Na, sziasztok! Csak röviden egy véleményt szeretnék elmondani. Eléggé felháborított az az eset, ami itt hazánkban történt. Régebben történt, de most kiderültek azok a háttérinformációk is, amik ez az ügyet teljessé teszik, de már eleve az ügy is borzasztóan felháborító volt és példátlan, és egyszerűen nem tudok emellett elmenni, hogy a magyar kormány egy rasszista indítékből elkövetett gyilkosság elkövetőjét kiadta annak az országnak, amelynek az állampolgára, ahol diktatúra van, és egyébként ezt a gyilkost, ezt a baltás gyilkost, ezt már elítélték Magyarországon életfogytiglani büntetésre, amikor pedig ezt kiadta Magyarország a saját hazájának a kezében, akkor pedig ezt az embert hősként ünnepelték, és virágokkal várták. Ez felháborító és elképesztő. Ilyen példátlan, ez példátlan dolog, tehát ilyet én még nem hallottam. És az lett volna normális, hogyha kiadják valakinek, akkor az áldozat államának kellett volna kiadni. Ugye egy örmény áldozat volt, akit álmában baltába szétvert, ez az őrült, vagy ez a rasszista ember. És már akkor is voltak tüntetések egyébként, amikor ez a dolog kiderült, és rendkívül nagy botrány volt. De ez egy következmények nélküli ország bizonyos szempontból, mert különösen nem történt semmi. Az embereknek az inger küszöbét ez nem igazán ért el. Mert úgy vannak az emberek, hogy nem velem történt, kit érdekel. De figyeljetek ide! Ez mindenkit, még ha fideszes is valaki, és nagy Orbán rajongó, akkor is látni kéne, hogy ez példátlan, hogy bizonyos javakért cserébe kiadnak egy gyilkost egy diktatúrának. Ilyen nincsen a világon, emberek. Hát föl kéne háborodni, útszerre kéne menni. Hát már ott kezdődik a probléma egyébként, hogy sokan nem látják, akik el vannak állítva ettől a kormánytól, hogy amikor belenyúlt az alaptörvény, és amikor az új alaptörvény megszületett, akkor a olyan dolgok kerültek bele, amelyek egyébként egy katolikus állameszmének a részei, így a Szent Koronatan és a Szent Istváni állameszme bekerült, amelyek pedig ilyen bálványimádó alapok. Erről egyébként mindenképpen el kell olvasni Sós Péternek a blogján, tehát Sós Péter blogján van, hogy bálványimádás a nemzeti átok forrása, illetve az alkotmányról, illetve az alaptörvényről szóló cikkek. Nagyon fontosak, ezeket el kell olvasni. Erre kell felesküdni egyébként az egyházaknak is, amivel elfogadják a Szent Koronatant, illetve ez a rekatolizációs dolog, amit lehet látni, hogy bekerül az alaptörvénybe a katolikus állameszme, a Szent Istváni állameszme, ennek azért vannak szellemi következményei, és ezt a Sós Péter cikkéből például nagyon szépen kiderülött, hogy így van vezetve, hogy ne legyünk már vakok, tehát szellemileg meg kell vizsgálni, hogy milyen irányba megy a dolog. És lehet, hogy sokan azt mondják, hogy de jó, hogy most van a határon kerítés, meg de jó, hogy itt volt az úszóvédő, meg ilyesmi, oké. Okay. Ezek jó dolgok lehetnek. Persze az is érdekes, hogy előtte direkt beengedték a migránsokat a keletiig, elkészültek a videófelvételek, pedig már rég tudta a kormány, hogy fognak jönni, hiszen tele állami pénzből tele plakátolták a várost, hogy elveted el a magyarok munkáját, ha ide jössz, ami egyértelműen nekünk üzenet, mert ugye egy migráns nem tud magyarul. Tehát itt látni kéne, hogy manipulálás van, varázslás van, rekatolizáció van, és ilyet egyébként, tehát visszatérve az eredeti ügyre, hogy ezt a gyilkost, ezt a baltás gyilkost elengedték, és utána nagy mennyiségű pénz érkezik abból az országból, vagy nagy értékű pénz érkezik abból az országból, akinek kiadtuk. Erre oda kéne figyelni, hogy itt botrány van, és ne egyétek meg a demagóg propagandát, hanem fel kéne fogni, hogy imádkozni kell nagyon, hogy térjen észhez a magyar kormány, és fejezzék be a kisegyházaknak is a diszkriminálását, azt, hogy elvonják egyébként a jogot az egyházaktól, tehát magyarul már egy nagyon sok egyház, az már nem is egyház, hanem egyesület, vagy az se, nem tudják az 1%-ot nekik felajánlani, mert az Orbán kormány elvette, és
én történelmi egyház kategóriában meg bevett a hídgyülekezetét, ami nagyon érdekes, mert hol történelmi egyház, tehát ha a hídgyülekezet a történelmi egyház, akkor az autonóm gyülekezet, a Golgota és a többi az miért nem történelmi, tehát ez egy egészen önkényes zsarnok dolog, ami itt folyik. Úgyhogy észre kéne venni, és főleg az, hogy akik el vannak állulva a Fidesztől, hogy lássák meg, hogy ez a Szent Koronatan, a Szent Istváni Állameszme, ezek a katolikus emberkék, akik ott vannak a parlamentben, a Semjön, a vezetésben vannak, a Semjön Zsolt, az Orbán Viktornak a felesége, az is katolikus, vagy ő is katolikus, akkor lehet látni, hogy a KDNP ugye milyen szellemiség alatt van. Ezek vallásos szellemiségek. Vagy megnézzük mondjuk, hogy Bajor Zsoltnak a retorikája, az milyen fasiszta, rasszista retorikát használ, sok esetben milyen agresszív, és nem emeli fel a szavát az Orbán Viktor az ellen. Úgyhogy nem kell elájulni tényleg, hogy mennyire jó keresztény kormányunk van, mert nagyon szét kéne választani nagyon súlyosan a vallásos ákereszténységet, a nemzeti kereszténységet, ami nem létezik, a katolicizmust, ami egyébként egy nem biblikus vallás, ami téveszméken alapszú bálványimádáson alapul, az állam és az egyház diktatórikus összefonódásán alapszik, és ezt kéne felismerni, mert miért nevezett a testvérednek azt, aki egyébként bálványimádó és a misében is egyébként bálványimádás van, mert az ostját egyébként imádják. Tehát vegyük észre, a Szent Korona is egy ilyen fetisiszta bálvány, és vegyük észre, hogy a katolicizmus az nem áldást az országra, hanem valami mást. És mindazokat a keresztényeket is szólítom, akik el vannak állunkba tényleg, hogy milyen jó a kormány, hogy ne egyék meg a maszlagot, hanem nézzék meg valóban az alaptörvényt, hogy belekerült a katolikus vallás. És ez nem jó. És meg lehetne sorolni, de most befejezem, mert körülbelül ennyi idő az szerintem, amit valaki végig bírt hallgatni. Úgyhogy további szép napot.